270 milliárd forintot költ a kormány az oktatásra a jövő évi költségvetésből. A klik működését pedig jövő januártól átalakítják. Állami fenntartásba és állami üzemeltetésbe kerül közel 2000 iskola. Vinnai Győzővel a Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának tagjával Iván Aurél kollégám beszélgetett. A tanárok és a felsőoktatásban dolgozók béremelésére, intézmények működésére és fejlesztésére, valamint a szakképzés átalakítására összesen 270 milliárd forintot költ majd a kormány. A hazai 11,4%-os aluliskolázottsági arányt szeretnék az uniós 10% alá csökkenteni. Emellett fontos szempont az iskolai lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás csökkentése, amelyhez a szeptemberben induló szakképzési híd program nyújt majd segítséget. Ez egy két éves képzés lesz azok számára, akik 15 éves korukra nem végzik el az általános iskolát. Ők a két év alatt általános iskolai végzettséget szerezhetnek, és emellett részszakképesítést is kapnak, ami a munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítheti. Műsorunk vendége egy Győző, országgyűlési képviselő, a Kultúrás Bizottság tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a televízió nézőket! A bejátszásban nagyon fontos dolgok ö, ö, szólaltak meg, tehát azzal kapcsolatban, és ez az ön szakterülete, hogy hogyan és miképpen lehet segíteni azokon, akik ugye valami oknál fogva nem úgy teljesítettek, ahogy kellett volna. Ö, igen, mert, mert a... a, a a tudás, vagy a képzettség, az iskolai végzettség, tehát nem csak papírról beszélünk, hanem használható tudásról, az az Európai Unióban, de így Magyarországon is nagyon fontos, hogy legyen egy képzettség, mert azt látjuk, hogy akkor sikeres egy felnőtt, hogyha megfelelő iskolai végzettséget szerez, hiszen a képzetlen munkaerőre a munkaerőpiasznak sincs szüksége, vagy legalábbis ö, nem tud elhelyezkedni, nem tud olyan könnyen elhelyezkedni. Éppen ezért van egy uniós irányelv, hogy csökkenteni kell 10% alá a korai iskolai elhagyást. Ez azt jelenti Magyarország esetében, hogy aki a 8 általános több tehát az alapfokú iskolát nem végezte el, vagy képzettséget nem szerez, nem tanul tovább. Tehát az a célunk, hogy minél többen elvégezzék a 8 általánost, és utána vagy szakközépiskolába menjenek, ugye az új rendszer szerint ez a szakmunkásképző, amit régen, és szakgimnáziumi rendszer lesz, aki szakmát tanul, de akar emelt vagy középszintű érettségit tenni, a szakkimnáziumba megy. Ez 2016 őszétől lesz így, illetve hát mehet gimnáziumba, amikor érettségizik, és mehet Tovább főiskolára vagy egyetemre. De a szakgimnáziumból is ugyanúgy megvan az esélye főiskolára, egyetemre menni, mert célunk az, hogy legyenek diplomások, de legyenek olyan szakképzett ö, 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 emberek is, akiket a munkaerőpiac felszív. Tehát ez itt a bejátszásban is hallottuk, hogy nagyon fontos, a szakképzési törvényt módosítottuk. 2016. szeptemberétől indul ez az új rendszer, meg vannak a szakképzési centrumok, itt Niregyházán is van, pontosabban a megyében három ilyen szakképzési centrum van, ahová a mostani szakiskolák és szakközépiskolák tartoznak, és azt gondoljuk, hogy ez lehet a jövő, hogy vagy egyetemre, főiskolára megy valaki, vagy szakképzettséget szerez, mert a magyar gazdaságnak a magyar szüksége van a képzett munkaerőre, és az iskoláknak pedig használható, versenyképes tudást kell adni a gyerekeinknek. Ha már bele csaptunk a közepébe, akkor ugye napokban ért véget a, a tanév, ezen kívül ugye a napokban lett vége az országgyűlés tavaszi ülésszakának, és az utolsó napon, a hétfői napon is fontos kérdések dőltek el. Milyen volt ez az elmúlt tanév? Ugye csata zajtól volt hangos, az biztos. Igen. Kicsit politika, kicsit oktatásról Igen. volt szó. Hogyan értékeli, mondjuk akár a duális képzés kapcsán, és mennyire volt fontos mérföldkő ez a tanév, ami most zárult? Hát, mérföldkő volt a tanév, és ha említette ezt, hogy csata zajtól volt hangos, ez igaz, hiszen nem csak szakmai kérdések, hanem politikai egymásnak feszülések is voltak, ezt nyugodtan kimerem jelenteni, hiszen én országgyűlési képviselő vagyok, úgymond szakpolitikus, de hát valahol politikus is, és a kulturális bizottságban az általános vitákon és a részletes vitákon minden törvénymódosítást láttunk. Az egyik legnagyobb vitát váltottak ki, és beszéljünk egyenesen, az iskolák fenntartása, hogy hogyan működnek. Tehát ez egy kérdés, hogy jól működnek-e, rugalmasan működnek-e, hatékonyak-e, ez, ez a klik. Féle, ö, ö, hogy mondjam, fenntartással voltak problémái a szakszervezeteknek, a tanítanék mozgalomnak, de mi úgy látjuk, hogy ha voltak is hibák, a köznevelési kerek aztán február 9-én elkezdte a munkáját, és arra törekedtünk, és maga a bizottság is ezt az álláspontot foglalta el, hogy ki kell javítani ezeket a hibákat. Tehát nem mehetnek tartalmi, szakmai kérdések rovására azok, hogyha nem jól működik egy fenntartó rendszer. Az iskolák többségét állami működtetésben, állami fenntartás van, de a működtetést is az állam vállalta, mintegy 1500 iskolánál, és én 400-450 iskolánál, mert mintegy 2000-2200 iskola vagy tagintézmény működik a mai Magyarországon, itt az állami Rendszerről beszélek, mert vannak még egyházi és civil alapítványok által fenntartott iskolák is, és szeretnénk ezt a működést, hogy mondjam, tiszta felelősségi viszonyokat teremteni, ezt a működést kiegyenlíteni, és éppen ezért ez a törvénymódosítás, amit június 13-án a tavaszi ülésszak utolsó napján fogadott el a Parlament, állami fenntartásba és állami működésbe adja az iskolákat. Ehhez párul, párosul egy olyan szervezeti átalakítás, hogy 58 tankerületi központ jön létre, tehát nem egy budapesti központból fogják irányítani, hanem itt például ebben a megyében három ilyen tankerületi központ lesz Nyíregyházán, ehhez csak egy példát mondok, Ibrány, Tiszavasvári, Nagykáló és a Nyíregyházi járás iskolái tartoznak, de lesz még Kisvádán és Máté Szalkán is ilyen tankerületi központ, önálló szervezeti egységként, önálló gazdálkodási egységként, tehát nem kell Pestől engedélykérni, önálló költségvetéssel. Ráadásul, mivel meghallottuk azokat a hangokat, hogy túl lassan és bürokratikusan működik a rendszer, ezért az iskola igazgatóknak újra több jogosítványa lesz. Tehát lesz egy saját kerete, vagy készpénz, vagy bankkártya, amivel a kisebb javításokat meg lehet oldani, vagy a kisebb beszerzéseket meg lehet oldani. Lesz beleszólása a pedagógusok kinevezésébe, felmentésébe, mert itt van egy szakértői rendszer, ugye egy minősítési rendszer. Ezt a köznevelési törvény, amelyet 2011. decemberében fogadtunk el, ezt, ezt pontosan szabályozza. És lesz, ez egy új elem, a béremeléseknél is lesz egy bizonyos differenciált lehetőség, mert eddig nem volt differenciálva a béremelés, hanem azt mondtuk 2013. szeptemberében, hogy mindenki megkapja ezt a béremelést. Persze előírtuk azt, hogy hány órát kell tartani, ez is egy vita kérdés, hogy 22 vagy 26 óra. Mi úgy számoljuk, hogy 23-24 órát tanítanak a pedagógusok átlagban, itt a szakszervezetekkel viták vannak, de én azt gondolom, hogy, itt hogy, hogy értelmes párbeszéd alakulhat ki, mert hogyha az iskolai igazgatónak lesz egy mozgástere, egy döntési kompetenciája, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy 22-23 órát tanítanak a tanárok, tehát ez a tantárgyfelosztástól függ, és itt differenciálni is tudja majd a béreket, tehát itt lesz egy kis mozgástér. Zárójában jegyezzem meg, hogy 2013 szeptemberétől Egészen 2017. szeptemberéig tart ez a béremlési program, és most ősszel is lesz egy, mint egy 3,5%-os emelés, és azt kell, hogy mondjam, ma már ezzel a béremeléssel nem a tanárok a legrosszabb fizetett állami alkalmazottak, mert régen a nemzet napszámosának hívtuk őket, és sikerült négy év alatt átlagban egy nagyon komoly, mint egy 50%-os emelést elérni. De ez nem keverendő össze annó a 2002-es 50%-os emeléssel, amit hitelből és magas infláció mellett adott a megyesi kormány, hanem itt most a gazdaság valós teljesítménye alapján adunk, és hát az infláció pedig ön is tudja meg a kedves televízió nézők, hogy egy százalék alatt van ma Magyarországon. Egy rövid kérdés még a vége, mert nagyon sok mindenről szó volt. Folytatódnak még a tárgyalások, vagy úgy tűnik, hogy össze már ebben a rendszerben is nyugodtan kezdődhet el a tanítás? Hát folytatódnak a tárgyalások. Mi nagyon sajnáljuk, hogy a, a, a pedagógusok szakszervezete, vagy a PDS, a pedagógus demokratikus dolgozók szakszervezete, vagy a tanítani mozgalom alapítvány emberei nem jönnek el a közlemelési kerekasztal ülésére. Mi a tárgyalások hívei vagyunk, és nekünk a gyerek az az első, hogy megfelelő minőségű, garantált minőségű oktatást kapjon, ingyenes étkeztetést, aki rászoruló vagy nagycsaládos, és most ebben az évben még egy plusz osztály, az alsó tagozat teljesen ingyenesen tankönyvet, és azok is felső tagozatban, akik nagycsaládosok vagy szociálisan rászorultak. Én azt gondolom, hogy ez a családok terheit könnyíti ebben a tanévben, és 2016. szeptemberétől is. Képviselő, köszönöm szépen, hogy elfogadta -e a meghívást. Köszönöm a lehetőséget.